Köszöntöm a kedves nézőket, Filus Tibort hallják. Utánpótlás fiú-férfi kézlabda mérkőzést láthatnak a mai napon. A kiskörösi KSK csapata Hőgyészi SC gárdáját látja vendégül. A hazai fiúkat, a kiskörösieket kék felsőben láthatjuk. A vendégek pedig fehér felsőben kézlabdáznak a mai napon. A találkozót a fiú U18-as harmadosztályú bajnokság D csoportjában rendezik meg, ez országos korosztályos bajnokság. Nézzük a két csapat keretét a mérkőzésre, a vendégek kerete a következő. Macinkó Kristóf, Kis Dávid, Sasi Márkus, Polácsi Zalán, Kovacsics Kevin, Cechmeister Dávid, Lénárt Dániel, Gergely Viktor, Römer Balázs, Mohácsi Zoltán és Kovács Zalán, a csapat edzője Gadányi Tibor. A hazai keret a következő a mérkőzést, a Kovács Iván, Vári Zsombor, Badanyi Kovács Gábor, Fülöp Félix, Grausza Dávid, Gombár Gergely, Ceglédi Márkó, Báldi Bence, Harangozó Andor, Fábián Roland és Volák Zalán, a csapat edzője Harangozó Péter. A két játékvezető pedig Husti Áron és Kis Zoltán. A mérkőzést pedig a vendég Hőgyészi csapat kezdi majd. A mérkőzés előtt egyébként beszélgettem Harangozó Péter edzővel, és azt mondta, hogy tartalékos a csapata, többen hiányoznak a keretből, és így azért nem annyira nagyok az esélyek, de hát bízott abban, hogy jól helytártnak a mai napon is a fiúk. Persze a hazai pályán kell a jó teljesítmény, az egyértelmű. Hőgyősziek, ugye ők kezdték a mérkőzést fehér mezben, balról jobbra támadnak a vendégek. A passzok a fal előtt, ki kell lépni a lövőre, és Fülöp Véd lábbal. És jöhetünk mi támadással. Lassan vezetjük a támadást fel. Keresztpasszok, harangozó indul el. Egyedül eldobja, és egy szép találat. 1-0 ide. Elindulnak a hőgyésziek most. És rálépett a vonalra az egyik támadó, így mi jöhetünk a labdával. Felállunk, körbejáratjuk a labdát. Egy jó egyéni akció, egy kapufa kipattanót sajnos nem tudjuk összeszedni, és elindul a Hőgyészi csapat, próbálnak lekontrázni bennünket, ott is egy kapufa. Fülöpnek most szerencséje volt, de a sors visszaadta azt, hogy kimaradt a helyzetünk. Harangozó jöhet. Kispadunkon egyébként három mezőnyjátékos és egy kapus. Ha jól számoltam, a vendégeknél is négy csere. És most lépéshiba miatt a vendégek jöhetnek. Tehát hasonló két kerettel a két együttes. Így azt sem lehet mondani, hogy majd a végén az erő kinél számít jobban, ki tudja jobban beosztani a cserék miatt. De reméljük, hogy ez mi oldalunkra billenti majd a mérleg súlyát. A szabad dobást kap a Hőgyészi együttes. Polácsi kezében a labda. Egy egyéni betörés, és Fülöp már nem tud hárítani. Az Itzert gólra váltják a vendégek. Sasi a gólszerző. Gyönyörű bejátszott labda, és szerzünk egy gólt. Bravo, fiúk! Szép akció végén lövünk gólt. Gombára gólszerző, 2-1 ide.
széről előtt labda, és valahogy utat talál a hálóba. Hát ezt nem tudom, hogy ott több hely volt Fülöp és a kapufa mellett. Kovács a gólszerző, 2-2. Mindenesetre ezt a helyzetet jól használják ki most a Hőgyésziek. Arangozó, tovább tette a szélre, éles a szög, és ugyanúgy a rövidre, hogy a másik oldalon mi is gólt szerzünk. Ceglédi a gólszerző, 3-2. Most mondja is a vendégek edzője a kapusának, hogy álljon meg a kapufa mellett. Nem tudjuk levédekezni a beállóst. Jó passz középre. És Sasi a gólszerző. Most elindulunk lendületből, gyorsan jön a válasz. Bravo fiúk. Fábián a gólszerző. És a gyors gólvártás után 4-3 fej mellett a csapatok. Felváltva esnek a gólok így a mérkőzés elején. De hát bízzunk majd Fülöpben, hogy lehúzza a rolót. Ő azért képes bravúrokra, a hazai kapus. És akkor nehéz helyzetbe tudja hozni a Hőgyészieket. Jön egy lövés, ezt Fülöp hárítja. Lehet indítani, nem merjük elvállalni, de jön az indítás. Csak fogjuk meg valahogy. El lehet dobni, és gól! Bravo! Vári a gólszerző. Ugye volt egy pillanat, amikor el lehetett vállalni, hogy indítsunk és szerezzünk gyors gólt. Végén ez sikerült is, szerencsére. Egy lövőcsel még egy, és a hosszúra nem megy oda a labda, mert Fülöp résen volt. Harangozó. Fábián. Harangozó. A szabad dobást kapunk. Harangozó. Éles a szög, és a rövidre megint be tudjuk lőni. Bravo! Ceglédi már másodszor utat talál a hálóba. 6-3. Bejátszott labda, ezt meg kell szereznünk. A Hőgyésziek kapnak szabad dobást. Egyelőre jó a védekezésünk, összeállt. Ez pedig kapu mellé megy, nem történt szabálytalanság. Nem is fújtak a játékvezetők. Harangozó. Harangozó még. Meglökik őt, szabad dobást kapunk. Vári, harangozó. Harangozó indul el. Egy nagy kapufát dob, és vissza kell futnunk, nehogy lerohanjanak bennünket a Hőgyésziek. Meg is tesszük ezt. És így oda a lehetősége annak, hogy lerohanásból szerezzen gólt a Hőgyészi csapat. Römer, bejátszás középre. Pontatlan, Vári szerzi meg. Fábián, harangozó. Fábián elindul lendületből, és egy nagy gól dob. Megvan a sebesség, a lendület, tovább tudja vinni a mozdulatot Fábián, és már a második gólját szerzi, így 7-3 ide. Egyelőre jól nézünk ki, pedig mondta a harangozó Péter edzőre a mérkőzés előtt, hogy hiányzók vannak többen is, és ott középen most üresek voltunk. Ki is használják ezt a Hőgyésziek. Polácsi a gólszerző. Harangozó. Fábián le a szélre. Harangozó rövid labdát kap. Megkapjuk azért a labdát, visszakapjuk.
Ó, most nem értem, hogy mi történt. Megmondom őszintén, a hőgyésziek mehettek volna a kapura a labdával, de valamiért a játékvezető lefújta. Én az akciót figyeltem. Lehet, hogy ott hátul vagy a hatos vonal környékén történt valami időközben. Lépjünk ki, nem lépünk ki. Nagy gól, Sasi a gólszerző. 7-5. Két gólt kapunk egymás után. Harangozó be tudja tenni, ott az itt szerve is kell lőni, így van. Gombár a gólszerző. 8-5. Hát potyognak a gólok. Közel 10 percnyi játék után. Most megint kellene egy jó védekezés tőlünk. Jönnek lendületből. Sasi ismét a gólszerző, már a negyedik találata. 8-6 az állás. És erre vigyáznunk kell, nem szabad így beengedni az ellenfelet. A szabad dobást kapunk. Harangozó lövőcsel után megy tovább Fábián, egy picit elcsúszott, de meg is lökték, hozzásegítették ahhoz, hogy jelessen. Gombár, Fábián, harangozó. Fábián le a szélre, Fábián visszakapja. Harangozó, lábról dobja el. Mondhatom úgy is, hogy ütemtelenül a kapus nem tud hárítani. 9-6. Éles a szög, és nem tud Fülöp védeni. Nagyon kilőtte a hosszút a gólszerző Kovács. 9-7. Aztán most látni, hogy döntő lehet, hogy ki tudja a védekezését mérkőzésen hamarabb összeszedni. Harangozó bele a kapusba, Vári, ketten állnak előtte, ő is bele a kapusba. Vári a labdával. Gombár, harangozó. Fábián, harangozó. Bejátszott labda, ez zicser onnan, így is van, be kell lőni. Gombár a gólszerző. És időkérés a vendég csapat edzője Gadányi Tibor részéről. 10-7-nél a találkozó 11. percében járunk. A támadás vezetéseinkre, góljainkra egyelőre nem lehet panasz, viszont úgy gondolom, hogy azért a védekezésünkön még lehetne javítani. És akkor nyugodtabban nézhetnénk a mérkőzést. És azért jól be kell osztanunk az erőnket is, hiszen három mezény játékos cserénk van a keretben. Két kapus, Kovács Iván, valamint Fülöp Félix személyében még. És a vendégek jöhetnek a gól után a labdával. A Lénárd a labdával. Ismét Lénárd tovább tudja passzolni. Egy éles szög, és Fülöp. Vártam már tőle a védést. Hát, ha el tudja egy picit bizonytalanítani a lövőket. Fülöp Félix. Harangozó. Harangozó ismét. Levitték a földre. Gombár, harangozó, eldobja egy nagy kapufa, tetőt. Nem ér a labda, így jöhetnek a hőgyésziek.
Lénárd tovább tudja, de Sasi bejátsza középre, ott az üres ember. Hát ennyire ott hagyni. Rosszul védekeztünk most. Polácsi a gólszerző. És ez egy elkerülhető gól volt szerintem. Ő gyorsan válaszol a gólra. Harangozó, egy szép egyéni akció végén. 11-8. Römer nem tud tovább menni. Lénárd. Römer próbálja becsapni Harangozót. Szabad dobást kapnak a vendégek. Lénárd, Sasi, Lénárd, Römer. Lénárd, Sasi, Römer, bejátszott labda, és ismét ott hagyjuk a beállóst. Most már sokadik alkalommal játsszák ezt meg, Polácsi a gólszerző, 11-9. Fábián, jó ablok. Sőt, jöhetnek a hőgyésziek ebből. Vári rángatja meg ellenfelét, és az 2 perces büntetést ér. Ember hátrányba kerülünk így most. Hát úgy érzem, hogy jogos volt a kiállítás. Sasi. Lénárd, Römer, Lénárd, Sasi, Römer, Sasi, ott a szélen az üres ember, és ott az újabb gól, Kovács a gólszerző. Gyorsan gólra vártják az ember előnyt a hőgyésziek. 10-7 után most 11-10. Jönnek, zárkóznak a hőgyészek, egy eladott labda. Most pontatlanok is vagyunk. És emberelőnyben támadhat a vendéggárda. Sasi, Lénárd. Römer. Lénárd. Sasi. Römer kiejti a kezéből, hát szerezzük meg. Fülöp akár indíthatna is. Hát meglódult ott bizony elől Bodonyi Kovács, de nem kapja a labdát sajnos. Harangozó. Gombár. Gombár. Visszapattan hozzánk a labda, nem tudjuk megszerezni. Kellett volna picit húzni az időt. Fülöp, fogjuk meg. Hát... Miénk a labda, igen. Rálépett a vonalra a támadó. Mi jöhetünk. Most egy picit kapkodunk. Gombár. Harangozó. Egészen kijönnek nyitott védekezéssel a vendégek. Harangozó. Szép gól. Nem tudják lerántani sem Harangozót. Ő egyedül megoldja. 12-10 az állás. Nagyon kellett ez a gól, és időközben letelt a kiállítás. Vári visszajöhet. Sasi. Lénárd. Römer. Lénárd. Lénárd, meg kell fogni, így van. És ott középen kell figyelni majd beállóst a Polácsira, aki rendre keresztbe elmozog. Több gólt is szerzett úgy. Sasi. Fábián lépett jól ki a falból. Bulácsi, Lénárd. Lénárd el fogja dobni, mellé szabad dobást kapnak a hőgyésziek. Sasi, Römer. Sasi, Römer. Egy távoli lövés, Fülöp bele tud még érni, és így a kapufa ki segíti a kapust.
Kimarad a helyzet, mi jöhetünk, csak gyorsítsuk fel, így van. Lendületből jövünk, óha! A lövő kezet fogták meg, ez 2 perc. Gombár lőtt volna, és a lövő kezét húzták vissza. Polácsi kap 2 perces büntetést. A hetest pedig harangozó végezheti el. Egy lövőcsel, és harangozó maga biztosan lövi be. 13-10. Sasi, Lénárd, és most mi vagyunk emberelőnyben. Ezt ugye a vendégek ki tudták használni, nekünk is ki kellene használni. Sasi, Lénárd, Römer, Lénárd, Sasi. Sasi elesett, és lehet, hogy a térdére esett, igen. Ez az fájhat bizony. Gyártatlan szitu volt. És a mérkőzés majd szabad dobással indulhat tovább. Lénárd, Römer, Lénárd, Römer, ha nehogy 2 ember között elmenjen, így van fiúk. Jól védekezünk, nálam lassan passzív a vendégek játéka. Kicsit az idővel is játszanak, hiszen emberhátrányban vannak. Sasi, Römer, Römer eldobja, szabad dobás ismét. És most már passzív. Őgyesziek játéka, Sasi, Römer egy lövőcsel nem tudja eldobni. Azért jól elhúzzák az időt itt a mi térfelünkön, emberhátrányban a őgyesziek. Sasi el fogja dobni, jó a blokk, harangozó indíthat, eladja a labdát, hát nem hiszem el. Hova kapkodunk? Fábián határozott volt. Sasi. Lénárd. Römer. Lénárd, Sasi. A szélen üres ember is belépett bizony a vonalon belülre. A szélső, miénk a labda. Fábián harangozó. Harangozó, megfogják, szabad dobást kapunk. Gombár, harangozó. Harangozó, egészen kitolja a védekezését a hőgyészi csapat, és ez lehet a vesztük, így is van, mert el tudunk menni harangozó révén. Lendületből és Bodonyi Kovács a gólszerző. Hát ugye ez kétélű fegyver, hogyha valaki kinyílik nagyon, és egy az egyben nem jó a csapata, akkor abból könnyen gólt lehet szerezni. 14-10 az állás. Römer, Lénárd, Sasi. Lénárd, Römer. Römer tovább tudja tenni. Szabad dobás jöhet. Sasi. Römer próbálja egyedül megoldani. Nem sok sikerrel, mert nagyon jól védekezik Fábián. Most már sokadik alkalommal. És törlés kell a pályán. A hőgyésziek pedig jöhetnek a labdával.
Előmer tovább Lénárd. Le a szélre, éles a szög, és nem is lehet ott bedobni, így van. Fülöp jól zárta a szöget. Harangozó. Ismét kinyílnak a vendégek, Gombár nagyon jól zárta a lehetőséget, és ott a gól, várja a szerzője. Hát egyelőre ez a nyitott védekezés nem nagyon jön be a hőgyészieknek, 15-10. Dicsérni kell, ugye ott középen Gombárt, aki nagyon szépen csinálta meg a helyet Harangozónak, hogy el tudjon menni. Lénárd, Römer. Gergely a labdával. Römer, Lénárd. Sasi. Lénárd, Römer. Próbálja egyedül megoldani, és meg is oldja sajnos. Egy lövőcsel után vitte tovább a labdát. ...15-11. Harangozó. Ismét Harangozó. Megfogják őt. Harangozó lövőcsel kétszer is. Végén nem tudja bedobni. És ő mondja a játékvezetőnek, hogy visszahúzták. Hát be kellett volna dobni ezt az ittszert inkább. Lénárd le a szélre, pontatlanul. Lehet indítani, Harangozó elől marad. Harangozó, és ezt már bedobja. Két zicsert nem hagy ki Harangozó Andor. 16-11. Sasi. Lénárd. Römer. Kovács. Römer. Lénárd. Sasi. Jól zárjuk a védekezésünkkel a területeket. És úgy, hogy a hatos vonal előtt vagyunk jó méterrel, így a 9-esen kívülre helyeződik a passzok lehetősége vendégeknél, de most egy egyéni betörés, Sasi a gólszerző. Az 5. találata Sasinak. 16-12. Harangozó lökték, ettől talán még nagyobb lendületet vett, és szép gólt lő a végén. 17-12. A találkozó 23. percében járunk az első félidőben. Lénárd. Römer. Lénárd. Sasi. Lénárd. Römer. Sasi tovább. Sasi kisodródik a pályáról. És akkor Várit állították ki? Lökés miatt, igen. És ez már Várinak így akkor a második két percese. Hát most már a továbbiakban vigyáznia kell, hiszen a harmadik után a kizárás sorsára juthat. Lénárd Fábián borítja őt fel. Fábián nagy munkát tesz vele a védekezésbe. Römer lövőcsel után le a szélre, és kimarad a lehetőség, milyen kalapda, de nem kell kapkodni, fiúk, emberhátrányban vagyunk, és Kovács Iván a kapuban, a hazai oldalon, Fülöp Félixet váltotta. Gombár. Ó, hát nem értették meg egymást. Gombár, valamint Szeglédi. Hát kár volt kapkodni. Sasi. Üres a szélső, de szépen oda zárunk. Lénárd, Römer. Lénárd. Egy bejátszott labda, pontatlan, miénk a labda, ebből meg lehet indulni. A szabálytalan labdavezetés miatt kapja vissza a labdát a hőgyészi csapat, csak tudjunk védekezni, ez pedig egy rossz passz. Nem kell kapkodni, fiúk, hiszen még 40 másodperc hátra van a kiállításból.
És emlékezzünk csak vissza, milyen hosszú ideig támadtak a hőgyésziek, amikor ember hátrányban voltak. Akár ennek a 40 másodpercnek most már, ami csak 26, le is lehetne játszani az idejét. Visszahúzás két kézzel, ez is két perces kiállítás. Igen, hát ha az egyik oldalon az volt, akkor a másikon is. Kap egy két perces kiállítást Gergely Viktor a vendégcsapatból, és harangozó Péter jelezte, hogy időt kér. Jó lenne a végjátékot jól lejátszani, hiszen a mi kiállításunkból még 20 másodperc van hátra, és hogyha kiegészülünk, akkor 1 perc 40 másodperc, igen, leszünk emberelőnybe, akkor, amikor az első félidő 25. percében járunk. És nem mindegy, hogy zárulna ez az első félidő. Most 5 góllal vezetünk, 17-12 az állás. A kezdeti dolgokat tekintve, amikor felváltva estek a gólok, azért sikerült nekünk hamarabb rendeznünk a védekezésünket, mint a hőgyészieknek, és így tudott kialakulni az 5 gólos előnyünk, amit egyébként jó lenne majd tartani a félidő végéig, és az első félidőt 5 góllal zárjuk 5 gólos előnyel, azért csak megnyugtató úgy a második játékrészre kijönni a pályára. És az idő kérés után nálunk a labda. Mindkét csapat egyenlő létszámban a két kiállítás után. Ugye harangozó nem tudja bedobni, kimarad a lehetőség. Hát harangozó most lábon dobta a kapust. Báró elpasszolja gól, kimaradt a helyzet. Vissza kell jönni védekezni. Ez pedig láb Ceglédinél. Kovács. És kiegészülünk. És mostantól számítva 1 perc 40 másodpercig emberelőnyben van. Gólt nem szabad kapni, fiúk. Römer. Sasi Lénárd. Sasi Lénárd. Römer. Kiejtett a kezéből. És miénk a labda. Harangozó. Fábián el fogja dobni, ó, de nagy gól dobott. Nem lépnek ki rá, és mint egy 10 méterről védhetetlenül dobta be Fábián. Römer, Kovács, Römer. Sasi. Sasi le a szélre, ott hagyjuk az üres embert, hát ennyire elvédekezni magunkat. Úgyhogy emberelőnyben vagyunk. Kis a gólszerző egyébként. És most gyorsan válaszolunk. Bravo, fiúk. Báldi a gólszerző. 19-13 az állás. Römer. Kovács. Lénárd. Sasi Lénárd. Römer nem tudja eldobni. Sasi. Lénárd el fogja dobni, jó a blokk. Kovács megfogja. Harangozó, ez is jó. Gombár, jó a passz. Ez az ellenfél kapja meg a labdát. Megmondom őszintén, nem láttam szabálytalanságot, hogy mi történhetett. Mindegy, ezen kár rágódni. Sasi elindul egyedül, és 3 ember között szerez gólt. De egyelőre a végjáték nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. 19-14 az állás. Nem tudtuk igazán az emberelőnyünket kihasználni. Gombár, harangozó. Harangozó eldobja, lábról gól. Húsz, 14.
Most kellene a végét még megnyomni, bő másfél perc van hátra, gólt ne kapjunk. És az első fél időt zárhatnánk egy góllal, akkor minden rendben lenne. Römer, Lénárd, Sasi. Lövőcsel után Lénárd, Römer. Harangozó fogta meg őt. Römer, Lénárd, Sasi. Egy lövés, Kovács véd lábbal. És rálép a vonalra a támadó, miénk a labda. Egy perc van hátra az első fél időből. Na, dobjunk még egy gólt. És akkor jól zárhatjuk az első játék részt. Gombár, megfogják őt. Harangozó, belefúj a játékvezető. De kár érte. Gombár. Egy blokk, így a miénk a labda. Nem lehet a kapusé. Én is úgy láttam, hogy nem ért bele a kapus. Igen, mi jövünk sarokbedobással. Ez is a miénk, össze tudjuk még szedni. Harangozó. 10 másodperc, egy blokk. Kapus még elüti a labdát, nem tudjuk összeszedni. Még van 3 másodperc, gólt ne kapjunk, fiúk. Sasi. És leketyegnek a másodpercek. Így az első fél idő 20-14-jel zárul. 6 gólos az előnyünk, így azért megnyugtató az előny. Most jön a szünet, aztán jövünk a második fél idővel. Jöhet a második félidő, az első játékrészt követően, tehát 20-14-jel zárult az első 30 perc. 6 gólos előnyünk van, és bizony a mérkőzésen eddigiek alapján, amit láttunk, ugye jobb teljesítményt nyújtunk az ellenfélnél, följavult a védekezésünk, a kezdeti problémák után a harangozó helyzetben be is lövés, góllal kezdjük a második félidőt. Harangozó Andora szerzője, 21-14. És ugye megtartottuk azt a lendületünket, ez a gól is mutatja, ahogy az első félidőt zártuk. Sikerül megfognunk a beállóst. Lénárd, Römer. Bejátszás, ide-oda pattog a labda, Kovács kijön a kapujából, felszedi. Harangozó. Fábián tovább tudja tenni, jön a nyitott védekezés, de jön Fábián, és a blokk fogja a lövést. Sarokdobás következik. Gombár. Szabad dobással jöhetünk. Harangozó. Elindul egyedül, oldal egy labdát adott, és rálépett a vonalra Ceglédi. Hú, de kár ezért. Gyönyörű volt pedig a passz, megérdemelt volna egy gólt. Lénárd. Lénárd ismét. Sasi. El fogja dobni Kovács mellé. Harangozó. Gombár. És ott Fábiánt eltüntették. Kapunk egy szabad dobást. Nem is értem, hogy Smeister Dávid miért tüntette így el, hiszen nagyon nagy a különbség fizikálisan a két játékos között, de Gombár közben gólt lő. 22-14. Eddig jól alakulnak a dolgok. És hangsúlyozom, hogy azért, mert nagyon feljavult a védekezésünk. Harangozó összeszedte a lepattanót, a lecsorgót, így mi jöhetünk. Gombár.
Gombár próbál lefordulni. A gól persze érvénytelen, hiszen belesípoltak az akcióba a játékvezetők. Szabaddobást kapunk. És elveszítjük a labdát. A hőgyésziek jöhetnek. Lénárd, Römer. Sasi el fogja dobni, szabad dobás jöhet. Sasi, Lénárd, Römer. Lövőcsel, most dobja el, és nagy védés, Kovács. Oda nagyot védett, kellett bizony. Gombár. Gombár, nem lépnek ki rá, el is indulhat nyugodtan, így van. Ha nem vették komolyan, Gombár annál inkább elvállalja, és megszerezte az ötödik gólját Gombár Gergely. 23-14. És bizony úgy látom, hogy most meg lehet akár nyerni ezt a meccset. Még egy pár percig rá kell húzni, és el lehet dönteni a találkozót. Hát, ha most már a hőgyésziek is hitehagyottabbak lesznek. Fábián ismét jól védekezett. Sasi! Egy lökés! Ez két perces büntetés lesz. Igen, harangozó áll ki. Sasinak pedig beírhatunk egy gólt. És harangozó Andor két percre kiáll a csapatból. Ugye a két csapat két legeredményesebb játékos, erről beszélünk, Sasi valamint harangozó. Tekintetében harangozó Andor eddig 9 gólt lőtt, Sasi pedig 7-nél jár. És ugye az állás 23-15. Na most ember hátrányban vagyunk. És egy picit kellene játszanunk az idővel is, ahogy ezt nem tettük meg egyébként az első fél időben, amikor ember hátrányban voltunk. Nem kell kapkodni, Gombár. De hát ha gólt lövünk, akkor azzal nincs semmi baj. Gombár ember hátrányból. 24-15. Sasi. Egy egyéni akció és szép védés. Fábián. Várjunk, fiúk, ne rohanjunk. Viszont most meg lehet indulni. Fent ragadtak a hőgyésziek. Jó a bejátszás, ott a helyzet, és kihagyjuk. Hát nem hiszem el. Ceglédi hagyja ki az iccet, le kellett volna passzolni. Igen, harangozó Péter edző is azt mondja, hogy hát passzol le jobbra vagy balra. Nem sok mindent tudott volna csinálni a kapus. Lénárd, Römer, Lénárd, Sasi, Lénárd, Römer, lövőcsel után tovább teszi. Szabad dobást kap a hőgyészi gárda. Römer. Lénárd. Römer el fogja dobni, Kovács véd. Miénk a labda. Most ne kapkodjunk most már végre, fiúk. Még van hátra 30 másodperc a kiállításból. Ezt akár ott is lehet tölteni. Az ellenfél hatosa előtt. Vári. Gombár. Bejátszás, megrángatják Ceglédit, hát ez hetes nálam, de nem adják meg a játékvezetők. Hát kapura lőtt, egyértelmű gólhelyzet volt Ceglédi esetében. Fábián bele a blokkba, sarokdobás jöhet. És bizony kiegészültünk, jól sáfárkodtunk most. Az ember hátrányos időnkkel ott tartottuk a labdát az ellenfél tér felén. Harangozó. Visszakapja harangozó. Elindul, megrángatják, így is mehet tovább. Fábián kiejti a kezéből. Hát ha meg tudja fogni, akkor ez zicser. Kár érte, hogy nem tudta megfogni. Közben pedig törölni kell a pályát. 24-15 az állás.
A második félidő 7. percében járunk. És a Hőgyésziek jöhetnek. Ha meg tudjuk ezt a nagy előnyt tartani, ugye a második félidő közepéig, akkor utána szerintem már nyugodtan játszhatunk. Le lehet hozni ezt a mérkőzést, meg lehet nyerni simán. Jó a védekezésünk, arra lehet alapozni, hogyha bajban vagyunk, esetleg kihagyjuk a helyzeteket. Lénárd. Sasi, Lénárd. Römer, Lénárd. És miénk a labda. Harangozó. Most már idegesen, pontatlanul játszanak a Hőgyésziek. Jelentős gól a hátrány tudatában. Gombár. Pedig bátran kézlabdázhatunk. Mellé Fábián lövése. Lénárd. Römer lövőcsel után. Jó a blokk, de a mi kezünkről pattan a hálóba a labda. Szerintem Kovács ette volna egyébként. Ez Römer első gólja, 24-16. Báldi. Gombár. Szabad dobást kapunk. Harangozó. Tovább tudja tenni. Ez rossz passz volt, de szerencsére visszafújják a játékvezetők a harangozóval szemben elkövetett szabálytalanság miatt, és újra törölni kell a pályát. Harangozó. Bejátszás középre. Nem tud kapura fordulni Gombár. Ketten dolgozták meg őt Römer, valamint Sasi. Harangozó. Bodonyi Kovács. Harangozó. Harangozó lábról dobja el, ütemtelenül, ilyet már láthattunk tőle ma, és most is ebből gólt szerez. Harangozó Andor így már 10 gólnál jár. 25-16 az állás. Römer. Kis. Römer. Kis. Kiejti a kezéből a labdát, majdnem megvolt Bodonyi Kovácsnak. Sasi. Kis. Kis ismét. Römer. Kis. Kis el fogja dobni, és gól dob, nem. Nem adják meg. A levegőben meglökték őt. Hamarabb szólt a síp. Römer. Szabad dobás jöhet. Kovács fogja meg a labdát. Lehet indítani. Igen, ott az üres ember. Ez így zicser. Be kell dobni, itt van. Már a passz nagyon szép volt. A befejezés pedig magabiztos. Ceglédi a gólszerző. És a gól után időt kér a vendégek edzője. Nem csodálom, hiszen eldőlni látszik a találkozó. 26-16 az állás, 10 gólos előnyünk van. Ilyen nagy különbség még nem is volt a csapat között, a két csapat között eddig. És ebben az a jó, hogy mi vezetünk
tízzel. Mert csak halkan jegyzem meg, mi lett volna, ha esetleg a teljes csapattal tudunk kiállni a mérkőzésre, de így sincs gond. Most lejárt az időkérés. A hőgyésziek jöhetnek majd a labdával. Kis Römer. Kis Sasi. Kis Römer. Elég távol a kaputól még. Hőgyésziek. Sasi próbál egyedül betörni. Nem sok sikerrel. Römer egyedül indul el. Nem lépünk ki rá. Ő ezt kihasználja. 26-17 az állás. Bodonyi Kovács. Báldi bepróbálja tenni középre, de megelőzik ott a passznál Ceglédit. Harangozó. És milyen a labda. Gombár. Harangozó. Lecsorgó labda, ezt meg kell szerezni, így van. Ceglédi a gólszerző. Az emberek gyűrűjében Ceglédi eszmélt a leghamarabb. 27-17 az állás így. Kis Römer. Kis Sasi. Kis Römer. Sasi, lépjünk ki rá, meg is tettük. Szabad dobásra jöhet a hőgyészi csapat. Sasi. Kis Sasi lövőcsel után elindul és kilövi a hosszút. Gombár. Bodonyi Kovács. Valahogy Gombár összeszedi. Szabad dobást kapunk. Harangozó. Egy kapufát dob. Most miénk a labda? Valaki beleért az ellenfél játékosai közül. Báldi, Bodonyi Kovács, harangozó, jó a bejátszás, és el kell passzolni, így van. Ceglédi a gólszerző. Kis eltotyogta a végét, lehet indítani. Bodonyi Kovács zicserben, be kell dobni, így is van. A lerohanásból szerzünk gólt, 29-18. Szépen fokozatosan növeljük az amúgy is már nagy előnyünket. Ez dicsérnek el a fiúkat, hogy nagy előny tudatában sem állnak le. Kis Sasi. Picit megcsúszott, tovább tud menni. 29-19. Bodonyi Kovács, Gombár. Felugri, kilépi, ahogy kell, és óriási gólt lő a hosszúba. Most potyognak a gólok. Felváltva esnek a mérkőzés ezen szakaszában. Jó lenne, hogyha most rendeznénk ismét a védekezésünket, megfogni
a Hőgyészek akcióját. Sasi. Kis kiejti a kezéből, és lehet lerohanni az ellenfelet, jön is a passz. Várj, össze tudja szedni, nem. De kár volt beleérnie. Lehet, hogy begurult volna. Annyira bizonytalanul jött ki a kapus, hogy lehet, hogy gólt lőttünk volna úgyis. És Vári valamiben ott belenyúlt, ahogy elesett, vagy nem is tudom, mi történt vele, mert vérzik az ujja. Ezért le is kellett cserélni. Römer egy lövőcsel után nem tud betörni. Kis Sasi. Sasi még tovább tudja tenni, ott éles a szög, hát nehogy onnan bedobja, így van. Kovács nem mozdul el a kapufa tövétől, és jól tette. Fábián. Fábián indul lendületből, Fábián még. Modonyi Kovács. Fábián felugrik, jó a blokk, sáncolják a lövését, és így is bemegy! Hát, most ellenünk volt a szerencse, de írjuk be Fábiánnak. Hát gyakorlatilag ez öngól, de mivel Fábián lőtt el, így neki írtam be ezt a találatot. 31-19. És ugye lehet, hogy az előbb is, amikor volt, hogy gurult a kapu felé a labda, közben Sasi nagyon nagy gólt lő, bement volna a hálóban a játékszer. az állás. Bodonyi Kovács. Bejátszott labda a Gombárnak. Harangozó. Jön tovább a labda, és egy szép találat, Bodonyi Kovács a szerzője. Kis Römer. Sasi. Kis Römer. Kis Römer ismét. Kényszerből passzolta tovább, de rosszul. És lehet indulni. Bodonyi Kovács vezetheti zicserben. És bele a kapusba. Hát miért nem passzoljuk el jobbra vagy balra? Kapus kijön, fölemeli a kezét. Gyakorlatilag csak azt a sávot védte a kapus, ahol a keze volt fölemelve. De el kell passzolni balra vagy jobbra. Teljesen mindegy lett volna, hiszen nem mozdult volna rá a kapus. Kimarad egy zicserünk. Römer, Sasi. Sasi ismét. Kis. Römer. Kis. El fogja dobni. Messzire a kapu fölé. Pontatlan lövés. 32-20-nál mi támadhatunk. Bodonyi Kovács visszakapja. Szabad dobást kapunk. Ceglédi. Fábián harangozó. Gombár. Harangozó. Jó a passz. Bodonyi Kovács bele a kapusba. Gyakorlatilag teli belőttük most is a kapust. Nem a kapusba vúrja volt ez. Mármint én így látom. Römer. Kis. Lénárt. Sasi. Römer. Lénárd, Sasi, Römer, Sasira figyeljünk oda, és ahogy azt kimondom, már gólt is lő. A Sasi már 11 gólos, a mezőny legeredményesebb játékosa így, és őre oda kellene figyelnünk. 31-21 az állás, hát vegyük le Sasi 11 gólját. A többi játékosnak összesen 10 találata van, közben jön Fábián.
és válaszol a gólra. 33-21. A Hőgyésziek jöhetnek szabaddobással. Sasi. Römer. Eldobja, és Fülöp véd. Fülöp jött vissza a kapuba, ugye most Kovács helyett. Szerintem az utolsó 10 percet már majd Fülöp fogja védeni hazai oldalon. Bodonyi Kovács tovább tudja tenni. Jó a csel, be kell lőni, így van. Grausza a gólszerző. Sasi. Lénárd el fogja dobni fölé, de kap egy szabad dobást. Az utolsó 10 percen belül járunk. Sasi. Römer. Harangozó védekezett jól. Römer. Römer még eldobja. Újabb szabad dobás jöhet. Lénárd egyedül indul el, ez így 7 méteres. A helyest pedig Sasi végezheti el. Kovács jött vissza a kapuba, Sasi lövőcsel, és nagyon magabiztosan lövi be. Sasi a 12. gólját. Csapata 22. találatát. Fábián. Visszakapja Fábián, és lábát éri a labda. Sasi jön lendületből, tovább tudja tenni. Lénárd. Próbálunk visszazárni, szorítsuk ki az ellenfelet, és így fölé. Megússzuk. Azért Sasinak sem jöhet minden össze. Bodonyi Kovács. Egy rossz passz, kár volt kockáztatni. Römer. Sasi távolról nagy gólt lő. 34-23. Lecsorgó labda, miénk, harangozó, harangozó még, kapufa. És oldal dobással jöhet a Hőgyészi gárda. Lénárd, Sasi, Kis, Sasi, Lénárd, Römer, Lénárd. Sasi. Lénárd indul el, a szélre passzolja a labdát, és elpasszolják a Hőgyésziek. Nem kell kapkodnunk, fiúk. Harangozó. Azért kár volt. Ha jól láttam, Volák volt az, aki, igen, Volák, aki kiejtette a kezéből a labdát. És így a Hőgyésziek jöhetnek a technikai hiba után. Lénárd, Sasi, Lénárd, Römer, Sasi, Lénárd, Lénárd egyedül. Jól léptünk ki rá. Lénárd, Sasi, Römer, fogjuk meg, így van. Sasi, Römer,
Sasi Römer lövőcsel után megfogja őt harangozó szabaddobásért. Kovács, Römer, Sasi lövőcsel próbálná bejátszani a labdát, egy újabb szabaddobás jöhet, hát nem tudom, meddig játszhatnak még így a hőügyészek. Nálam ez már passzív, ahogy kimondom, a játékvezetőknél is. Lénárd, Sasi, és kiejti a kezéből kis, kapkodtak a hőügyészek. Ez a mi malmunkra hajtotta most a vizet. Ó, de nagy passz, és az icet bekelő négy van, lepasszoljuk. Gombárnak volt annyi finesze ebben a gondolatmenetben, hogy ő nem akart nagy gólt dobni, hanem okos gólt, és jól tette. 35-23, ugye korábban több helyzetünk kimaradt, úgyhogy belelőttük a kapusba, most Gombár ezt nem tette meg. Sasi. Fábián fogta meg túl keményen őt. És Sasi lejön a pályáról. Helyette pedig 25-össel Gergely állt be. Kovács, Römer. Römer eldobja, nem lépünk ki rá, és a végén ebből gólt kapunk. 35-24. Gombár. Gombár, Fábián el fogja dobni, ó, de nagy gólt dobott. Nem volt ideje felemelni a kapusnak a kezét. Lénárd, Römer. Römer, Lénárd egyedül oldja meg, igen. Hát hámozta magát a védőjén. 36-25. Fábián. Gombár. Grausza. Baldi. Ott nem lehetett már befordulni a Gombárnak, mert ketten fogták meg. Harangozó. Fábián nagy gólt lő. Ő azért elindul lendületből, van területe, akkor nem igazán tudják megállítani. 37-25. Lénárd. Römer. Römer, bejátszott labda, Kovács. Rálépett a vonalra, így a miénk a labda. Nem tudunk indítani, mert visszazárnak gyorsan a hőgyésziek. Még 2,5 perc van hátra a találkozóból. Baldi. Rausza, Baldi. Rangozó, Fábián. Fábián. Megfogják a nyakánál fogva. Gombár, harangozó. Fábián, most még egyszer megfogják, Kovács. Kétszer egymás után, és ez már 2 perces kiállítás. Túl gyorsan jött ez a két hasonló szitu magas védekezés. És akkor így gyakorlatilag a mérkőzés végét emberhátrányban játssza le a hőgyészi csapat, hiszen 2 perc, 3 másodperc volt hátra. Kihagyja közben az itszert Gombár. Tehát 2 perc, 3 másodperc volt hátra, amikor kiállították Kovácsot. És 37-25-nél jöhet a hőgyészi csapat. Lénárd. Römer, rossz a bejátszás, lehet indulni, fiúk. Fábián tovább tudja tenni. Ez itszer, be kell lőni, és fölé Volák kihagyja. Jól néztem, még egyedül Volák nem lőtt gólt, igen, a mezőnyjátékosok közül. De jó lett volna, ha betalál. Szebben néz neki a jegyzőkönyv, hogy minden mezőnyjátékos neve mellett
Egy gól van. Lénárt. Römer. Römer még el fogja dobni. Fülöp véd. És lehet indulni. Harangozó. Jön az indítás. Volák. Nem tudja megfogni a labdát. Sőt, rálép a vonalra Volák. Társak is szerintem érzik, hogy jó lenne gólt dobatni Volákkal. És ugye miénk a labda, hiszen még beleért a fehér mezes. Mohácsi. A Mohácsi beleért. Én úgy láttam, hogy Mohácsi még a végén beleért, aztán Mohácsi jöhet sarokdobással. Na mindegy, belefér még ez a mérkőzésbe bőven. Fél perc van hátra. Egy lövés kapura, Fülöp fogja meg. Harangozó, harangozó még. Szeretnének a társak Oláknak jó labdát adni, hogy góllal fejezze be az akciót. Römer a végén belövi. És elrontjuk, nem, még újra lehet dobni. Van még 6 másodperc. Harangozó. Ő is Voláknak mondja, hogy mit kellett volna csinálni. Végül 37-26-tal zárul a találkozó. Az első félidő nehezen indult. Akkor még szinte egyenlő partnere volt a kiskörösi csapatnak a Hőgyészi együttes. De aztán, ahogy összeállt a védekezésünk, jöttek a jó kapus teljesítmények, a gólokat pedig mi lőttük nagyobb számban. És így a végére a találkozó 37-26-tal a kiskörösi KSK U18-as csapatának 11 gólos győzelmével zárul a Hőgyészi SC ellen. Gratulálok a fiúknak, és a továbbiakban sok sikert kívánok. A kedves nézőknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. A viszontlátásra, viszonthallásra Filus Tibort hallották.